Csácsomi csötészt a csokolád, és kipa jelentkezik a következő Summoner's Rhyme videóval, és rettenetesen le vagyok cseszve, mert mondtátok, hogy már foglalkozzál komoly dolgokkal, kipa jön a 10. nap, 8. nap, délben vagyunk, meg még innen kikeveredsz, aztán akkor mi lesz? Rá fognak húzni téged, Keeper, a tudod, hogy mire, az fel fognak lőni az űrbe, mert mindig csak mászkálsz, hülyeségeket csinálsz, nem dolgozol, nem dolgozol. Igen, úgyhogy rá fogunk függni, most megyek gyorsan, rohanok, gyerekek, úgy, mint az szélvihar. Úgy fogok rohanni, és fogom csinálni a dolgokat. Építkezni fogunk ebben a részben, hogyha innen kikerülök egészben. Hú, de olyan, akkor olyan vicces, mert humoros vagy, Skipper. Te biztos a izé mellett laksz, a temető mellett laksz, azért vagy ilyen szellemes, nem igaz? Appá. Melyek ezek a hülyeségek, amiket itt mondok? Oda nézzél. Lila, lila. Háromszor is lila. Rakok ide is, mert biztos leszánkázik a Keeper ide. Innen meg összekapom, amit lehet, amit nem, az meg nem számít. Olyan. Várja, innen föl kellene menni. Várja, de itt föl tudok menni egy szinte följebb. Gyerekek! Mi volt ez, bazza? Meg akartam tárazni, bazza, az izét. Veretem, mint a Veresegyháza, tényleg nem tökölök, gyerekek. Bocsánatot kívánok mindenkitől, aki emiatt megorrolt rám, hogy én itt megyek, mint az őrült, meg csapatom neki. De most már rá fogok függni. Igen, ki fogok innen jutni hamar? Rá fogok függni a dolgokra. Kimegyünk innen. A mai napra. Na, itt tudok ugye fölbenni, itt a létre lajtordja. És akkor már mindjárt kin is vagyok. Tényleg izgulok. Izgulok, mert mindig úgy lecsesztek. Ne hörögjél. Ezt én raktam le, ezt a létrát, nem? Izgulok, mert úgy lecsesztek, hogy egy fillér nem marad a zsebembe, hallod? Úgy lebasztok, mint a pengős malacot. Ezt még drága jó édesapám szokta mondani, ez a földre vered, mint a pengős malacot. Ezt tudjátok, mi az a pengős malac? Nem az, hogy volt csórisznó, hanem izé. Nem ez igaz. Hát tudod-e? Na, tudod. Na valahol épüljél meg, légy szíves, hogy mit tudom én, csináljuk valamit. A pengős malac az nem más, mint a persely. Hát azért azt verik földhöz. A persejt azt földhöz verik. Na, mennyit kell még menni? Meg a fejemet beverem. Ja, lecsesztek, mint a pengős malacok. 4, 3, 2, 1, fogyott a izé blokkocska. Blokkocska. Nem baj, figyelj, ráfüggünk így, visszaszedünk egyet. Ide is lopunk egyet. És már innen ki is jut a Keeper, mert ide már olyan, mint a Paukember. Hát nem vagyok én Paukember. Ismertek azt a izét, azt a videót? Jó, tényleg megint. Az összeszeretlenség rémálombos. Hol van a bicikli? Volt egy becekli. Itt a valami, ott van a becekli. Jó, megyünk, építkezünk. Tényleg olyan komolyra veszem, és... Hajrá, Keeper, hajrá. Jaj, kattintani kell, különben izé van. Nem akar menni. Na ma, tekerde hátrafele a biciklit. Kontrázd meg! Ó, te fiú, hallod? Ez a biciklire kell egy terepgumit raknom, mert különben itt megőrülsz. Na, gyorsan aztán húzókodjunk hazafele, jó? Húzókodjunk hazafele, itt az úton szépen, elmegyünk erre, okosba, kikaptuk ekkerékre. Ráfüggök az építkezésre, ne üssetek, ne verjetek, ne bántsatok. Mert egyébként olyan, úgy kikaptam komolyan, a kommenteket már nem félek elolvasni. Mert mindig csak megy a hülyeség, Keeper, nem csinálod a dolgokat rendesen meg. És már nagyon mérgesek vagyunk egyébként, dühösek vagy, komolyan mondom, félek tőletek, emberök! Ne, oda nézzé! A becekli, már 98%-os a bringa, megvan kopva a gumi. Meggyűjtünk ám testvéreim az urba. A Keeper máma be lesz durvulva. Jó, Roki, na várjál. Ide leteszem a bringát, nem jár a motor. Kell csinálnom cobblestone-t. Meg mindenféle a stone-t. Menjél már le a lukba, te! Éhes lett a Keeper, gyorsan bever valami finom zuzapörköltet. Ezt nem tudom mondani. Na! Van ám húsom meg tojásom, tudok ebből csinálni a bacon-ös tojó. Olyan, négyet, hallod? Ez olyan finom.
Hát az 10 ujjadat megnyel a testvérem. Csak ki kell pakolnom megint. Várjatok! Tudom, igen, tele van minden mindennel, de nem baj. Az a baj, majd ugye összeszedem, ami kell, jó? Egy kicsit így szorténozzunk, jó? Jó. Ez se legyen nálam, és akkor csak az építőanyagok legyenek nálam, mert ára most ráfeszül a keeper, mint a szár. A cement az nekem nem jó, mert nem tudok vele mit kezdeni egyelőre egyébként. Milyen receptek vannak? Ugye az a baj, hogy betonkeverő kell hozzá, úgyhogy ez cseszheri a keeper. Tudom, egyébként a fegyveresbe pakoltam, de mindenhonnan kiszedünk minden olyat, aminek kellene. Vigyünk acélt is, mert lehet, hogy kell valamihez. Vigyünk vasat is, mert lehet, hogy az megint kell. Kű az biztos kell. Faj az biztos kell. Ide nekem alulra, látod de ezt akkor teljesen el vagyok izélve. Gondolkozva, hogy mi kell, mi nem kell. Jó. És mindenhonnan szedhetem ki, mert biztos mindenhol van minden szar. Mondjuk itt még nem csesztem össze, de úgy látom már, hogy igen, minden rendesen. Ez is kell. Várjatok. Csapda, csapda gyerekek, a csapdát is miért nem használod fel keeper? Hát ez nagyon jó dolog. Itt is húshegyek vannak, a húst azt még kiveszem minden is. Clay-t kiveszem. Figyeljetek ezerre gyerekek, hogy ne mencseszek el valamit. Ezt nem kell, ezt a tojást is kiveszem. Hát, ha tudok még finomat csinálni. Masat ugye kivesszük. Mehetünk tovább. Össze-vissza van ám minden. Innen szedtem ki az előbb? Innen ugye? Jó. Nincsen máshol össze-vissza szórás mindenféle cuccas dologgal kapcsolatban? Jó, akkor ezekből is kikapjuk. Ugye ezt is ki akarom. Ezt is. Vigyük az Iront is, hát ha kell valamihez. Ez mi? Ez fűzőfegyver alkatrész, oké. Okay. A gyerekek, most aztán legyetek szemfülesek, mert a keeper nem lássa rendesen át a dolgokat. Jó, itt nincsen más, ugye? Okay. Ezt is elviszem, a frame-et. Az milyen frame? Én csak izé, sima. Sima liba. Cementünk is van, itt is van egy kis clay. És ennyi fánk van összesen? 2-11, de mi? Hova tűnt a fa? Hova tűnt a fa, gyerekek? Hol a fa, főnök? Aki szerintem jó vagyunk. Ugye? Nincs több fa sehol, meg semmi. A gyerekek, ezt egyébként átlátni ezt a sok kacatot, hogy őrülök. Na nézzük, mi a kaja. Meg aztán még tudok talán csinálni. Ilyet? Nem tudok? Akkor csinálunk ilyet. Jó, meg egyet be is verünk, jó? Aztán akkor mehetek is. Isten hírével, ugye? Cobblestone rock kellene nekem. Dögivel. Hogy tudjak építkezni. És akkor az majd készül. Nagyon jó. És akkor utána nem ilyen fa frame kellene nekem. Mondjuk ezt is itt hagyom egyelőre. A kést azt mondtátok, hogy hanyagoljam, semmi értelme nincs. Meg akkor ezt is lerakom. Ezt akkor menjünk, jó? Itt még fül valami? Egy darab fa van, ott rohadjál meg. Lehet, hogy megyünk fát is vágni. Jaj, de jó, hogy most már gyorsak vagyunk. Oké, tényleg nem tökölök, hanem inkább építkezek. Viszont, ugye, beszéltük, hogy hogy fogunk kijutni innen. Egyébként én rájöttem, hogy fogok kijutni innen, szerintem. Lehet, hogy föl fogok csinálni egy ajtót. Ja, úgy volt ugye, hogy kiássuk magunkat, de arra már nem lesz idő, úgyhogy inkább akkor építkezés lesz. Ebből. Csinálunk sokat. Oké. Okay. Figyeljetek, már egyelőre, amíg nem csinálom meg a tetőn a bejáratot, egyébként gondoltam valamire, az a nagy alokám is, azt próbálom így kinyökögni, hogy egy baj van ezzel, hogy én itt nagyon jó kilátok, ugye? Tök jó. Hú, milyen jó kilát a keeper, csak egy baj van, nagyon messzire nem látok. Jó lenne egy tornyot is felhúzni, ami úgy működne, várjátok, a fákjákat leveszem, mert úgyis zavaró lesz, meg be is zárogatom az ablakokat. Ezeket fel kéne upgrade-elnem, nem? Nincsenek fel upgrade-elve se, ez meg azt hiszem, hogy vas kell. Jó. Oké, okay. És akkor jöhetnek a... Ja, addig meg nem tudja megcsinálni. Addig menjünk le fát vágni, oké? Okay? Leugrok, ugye van egy, nekem egy erdőm, azt kivágom. Aztán meg is nőtt.
Ja, igen. Építkezés kell ezerrel. Mekkorák azok a fák, hogy ki tudom vágni? Hát nem a legnagyobbak, mi? Ez lócitrom még. Ezt nem érdemes kivágni el. Vágok fát, akkor valahol ennyi itt. Tarararap, 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 tarararap. Csak a becek lémeg elmegy barél. Azt az erdőt egyelőre hanyagoljuk. Többet ki fogok tudni nyerni belőle. Most gyorsan, amíg lekraftolom a dolgokat, addig itt egy-két fát kivagdolok. De ezt beszéltük, hogy ugye ezeket a pici fákat is tök jó kivagdolni, vagy ezeket is érdemes összeszedni, mert két ütés, 13. Ez a fa meg. Ez sokkal többet. Egyébként ezek a fák ugye, amik így el vannak így telepítve, azok nem nagyon nőnek nagyokra. Hogy állunk a kraftolásra? Jó, most már mennek a blokkok. Ki is cserélem erre. Oké, gyerekek. Ja, oké. Ja, ezért kellene ugye a védelemhez, majd szükségem lenne, lehet, hogy el is kellene néznem a boltba, hogy nincs-e véletlenül molotov... Nálam van a pénz? Nálam. Nincs-e véletlenül molotov koktél vagy csőbomba? Azt úgy élném, tudnák dobálózni. Molotov koktélom az van egyébként, 10 akárhány darab, úgyhogy ez jó. De megnézzük, hogy van-e csőbomba, vagy valami hasonló. Futi, 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 futi. Valami jó fegyó esetleg nincsen. Oké. Most nem csinálom küldetést. Igen, meg modifikáció is érdekelt volna, hogy nincs-e... minek nevezik azt? Modok? Na. Ja, növeli a izét. Armor pocket mod. Jó, tudom. Igen, armor pocket modot csináljak majd. Igen. És most nem azért jöttünk egyelőre. Ez mi? Ez micsoda? Ez nem tudom mi ez. Support. Nem vágom. Azt mindjárt megné... Ó, vannak itt... Hú! Van izé is! Beton már... 7500-ba fa... Hú, mennyit teszik egy izé, egy felupgrade-elés? Az mondjuk jó lenne. Mert ugye azt fel tudnám húzni már. Azt egyszerűen várja, nézzük meg a fegyókat. Itt van lőszer. A lőszert lehet, hogy kéne vennem majd. Én be tudnék ide hordani, eladni dolgokat, ugye? Amik nem annyira kellenek. Na várjál már. Na figyeljetek, kell. Ízét veszek egy, mondjuk egy 500 darabot. Oké. Ebből vettünk, nem tudom, mert azt hiszem 10 kell egy upgrade-elés. Az viszont akkor baromi jó lenne, mert akkor fel tudnám upgrade-elni betonra. Ugye a beton az jóval erősebb, mint ez a Goblestone akár. Meghúztuk egy kicsit az ízét. Dolgokat. Ne pittyegjél már, jaj, de nagyon pittyeg, várjatok le, izélem. Lealakítom. Bocsánat kérek érte. 15 óra 17. Igen, és pontosan egy darab napom lesz majd még dolgozni, úgyhogy haladjunk. Na figyeljetek, az a lényeg, hogy ja, ahhoz kalapács kellett volna. Igen, csinálunk egy izét. Azzal tudok felupgrade-elni, ugye. Craftoljunk egyet. Egy hármas szintűt, jaj, de jó. Jó, ezt is lekérlek. Igen, adjuk. Na. Ezt tudja... Mennyibe fájna nekem? Féljavítani. És ezeket direkt leszettem. Na várja. Hoppa. 10-be kerül, gyerekek. És beton lett. És a beton az mennyi? Mennyi? 5000-es dík! A keeper kitalálta, hogy király lesz itt minden. És várja, ezt még... Ezt még lehetne följebb, de mit visz el? Várja, javítsuk fel betonra. Mit visz? Nem megvasolja, bazzer?
Ha beszartok, akkor itt ezt nem töri be senki. Akkor ez brutál lesz, öcsém. Na, mi van, mi van, mi van? Féltetek, hogy a Keepert megölik, de nem. Brutálisak leszünk. Kemények leszünk, mint a Rambo 3. Betonok, betonok lesznek. Várj, mennyi van még? Hogy 3.40, jó. Még több, mint fele megvan. Örül a Keeper, nagyon örül. Oké. Okay. Na most egy kicsit be vagytok szarva. Mi, hogy a Keeper így fel upgrade-eli a dolgot? Gondolom, akik jönnek támadni, azok most gondolják, hogy ojjaj, baj van, a Keeper beerősített. Kemény lett a Keeper. Na, ez jó ötlet volt. Most meg ugye tudok is venni, mert ki tudnék hordani dolgokat. Pont nem is tudom, Bandi írta, Bandika írta, hogy adjál már olyan cuccokat, amit később fogsz használni, most ilyen motorokat, meg ilyeneket, meg ilyen elektromos cuccok, lehet, hogy tök jó árba megy, de ugye neked még baromira nem kell olyan. 220 van még, halod, fele meg van. Jaj, nagyon tetszik. És itt ezt az alapot nem akartam, hanem inkább akkor. De viszont tudnék, várja, ebből kapásból, ugye nem tudnék cement blokkot csinálni, érted? Ugye ebből mit tud? Dehogy nem, az, ez is 10-be kerül, mi? És akkor kapásból az lesz. És akkor nem kell felupgrade-elni. Nem használod el ezt a blokkot. Hoppá, hoppá! Keeper nagyon megizélte, megértette a dolgokat. Várja, menjünk le. Hozok olyan dolgot, ami jó drága. Megnézzük, hogy eladó dolgok vannak-e. Hú, de a betonok lettnek a dolgok-e. Jó, várja. Hol vannak? Ez például mennyi? Ez 8-ba kerül, hallod? És baromira nem kell nekem. Az eladó dolgokat akkor rakjuk ide ki, jó? Kár, hogy nem lehet, hogy ára szerint. Ez meg 50-be kerül darabja, meg ezek érted most. Tudom, utána, jaj, már előre láttam, hogy írjátok, hogy ó, Isten, eladtad Keeper, azt, miért adtad el, az a legjobb dolog a világon. Meg ilyeneket várjál, ma vigyünk. Jó, drága dolgokat Keeper eladja. Bicikliváz, mennyi? 150, nem kereken bicikliváz. Minek? Ne viccelj, na várjál. Van itt van még itt, ez a motor 200-ba kerül, figyelj. Egyelőre nekem annyira nem kell, hogy ez hihetetlen, még biztos még találok is majd. Ilyen, meg ilyen modifikációk, jó? Ezek is menjenek. Tudom, mert ezek nem adom el, a modifikáció is menjen. Ez mi? Az is menjen. Jó, 160-ba kerül a licei. Ez mennyibe kerül a izé? Tabletta, ez is menjen. Meg igazából az lenne jó, amiből sok van ugye. Például... De jó, ezek... biztos nagyon le fogtok cseszni, hogy eladok dolgokat, de ez ilyen. Lámpa most például nekem nem kell, jó, 44-et érnem egy nagy eresztés. Eladok dolgokat, jó? Itt is egy motor, az is 200-at ér. Pesztoly, 14-et ér, az igen. Ebből van 41-em. És ez az összes árat mi előre? Nem tudom. Mechanical parts, az kell majd az izéhez nekem. Jó, vigyük ezeket egyelőre, jó? Mindjárt meglátjuk. Na, szálljál már, mennyi már, na. Pedig csinálja ugye a betonblokkokat. És akkor abból már tudok is építkezni majd, és akkor mindjárt beton lesz. A maradék betonból meg felupgrade-elem majd az alsó részt. Ott is van még egy, csak ezt most már nem tudom felupgrade-elni, ugye? Jó, gyerekek, megyünk vissza. Ott a beton lesz az épület, ne vicceljél aztán, akkor nem lesz itt semmi gond, nem erre mész Keeper. Nyomjad neki. Ja, egyébként én szívesen csinálnék egy ilyen torgyot, ha nem is olyan magas, de jobban rálássak az emberekre. Jó, tekerjé már, tekerjé már, tekerjé. Elárulom magam, kiárulom magam, eladom a cuccokat. Jó, jó, mindjárt ura. Egyébként küldetésre rengeteg pénzt lehet szerezni, majd szerezünk. Oh, ne apadjál be ma! Jó, van, van. Na. 260, ja, az összes, hogy szám, hogy olyankor. A biciklit vedd meg a biciklit tesót. 44, 30.
91. Ebből többet nem kell? Jaj, csak százasával veszik, gyerek, gyerek. Ah, sumák. Jó vagyunk egyébként, ez szerintem sokat érhet. Jó, most nem adom el. Na! Mennyi pénzünk lett? Van még 1800-unk. Abból nem így tudok csak menni. 1500-ért veszünk 200 darabot még, oké? Okay? Jó. És ugye itt van az 22 darab beton. Hoppá gyerekek! Egyébként küldetés nekiálltam volna csinálni, egyszerűbb lett volna, mint bányásznom, bazzek. Mert ugye itt tudok venni betont, akkor a küldetés meg ad ilyen több ezreket is sokszor tallért. Úgy már biztatóbb, hogy beton lesz a cucc. Ugye ezt most el fogom használni upgrade-elésre. Egyelőre? Oké. Nincs, nem maradt még? Jó. Várjál tesó, várjál. Nem ebből, hanem akkor már a betonnal. Ezt nehogy valahova rossz helyre rakjuk, hallod? Mert akkor életünk végéig üthetjük itt a falat. Nyia, akkor ide is. Amire az 5000-es egy blokkot kimakítom majd. Úgy akarom megcsinálni, hogy fölöttünk legyen egy hely. Viszont ezt lehet, hogy ne legyen ilyen nyomasztó. Csináljunk egy más. Van ilyen izé, nem? Ilyen illeszthető. Ez. Ez az, nem? Ebbe bele kellek, öcsém, mindig, apám. Ja nem, ez középen már. Jó, de hallod, ezt rüellem nagyon. Ezt rüellem nagyon, hogy ezt itt megtalálni mindig nekem, te fiú. Egy lapot akarok, olyan lapot akarok. Várjál egyébként, figyelj, az se lenne rossz, ha rácsot csinálnék belőle, mert az is ugyanannyiba fáj. Ugye? Viszont... Te figyelj, ilyen rácsot élném. Hogy kell te fordítani? Éjjel te! És akkor érted, kilátok, ha följönnek tetejére, csávók, akkor tudok fölfele lőni, vagy valami, nem? Hát ez jó ötlet volt szerintem. Ugye ez is 5000-ed véd. Ha, tök jó, hallod? Van belátás, kilátás, minden, ha? Érted? Mert félek attól, hogyha följönnek a hülyék a tetejére, akkor lesz a baj. Hú, ez a rács, ez nagyon adja, imádom. De ebből fogunk használni rendesen. Csak hogy fogok ott fölmenni? Na, az úgy érdekes lesz. És itt lehet, hogy elcseszte a keeper. Mert a létrát lehet, hogy nem fogom tudni oda tenni. Ez így mókás lesz. Mindenképp kell egy ajtó is. Már kik is kell jutnom. Na, most meggondolatlanul cselekedtünk le, gyerekek, mi? Ez egy hülye volt a képer. Hát, hogy falnak megyünk. Merre nyillanak ezek, várja. Szerintem így lesz a jó. Hallod, elcseszem. Jó, ez eddig jó. Csak hogy jutok föl? Hát ez lehet, hogy fölfele jobb lett volna. Vaj, ide tudok rakni? Vaj, hogy fogok ide följutni? Jó, egyelőre tudod mit? Tudod, hogy jutunk föl? Rakunk le frame-et. Aztán csinálom tovább, mert... Egyébként ilyenből érdemesebb megcsinálnod, mert akkor... Hát tudod, de már nem tudok rakni. És ugye az a gond, hogyha... Ugye oda már nem tudok rakni. De viszont létrát azt lehet, hogy beengedi oda már, já? Steel, tudnék közéből, tudok Ironból. Jó sokat zobál. Lehet, hogy abból kéne, mert szétverik a csávok, akkor baj van, nem?
Na mindegy, egyelőre csináljunk falétrát, egy hármat, meg valahogy fel kell jutnom rá. Ki kell kísérleteznem, hogy hogy jutok fel. Az a baj, hogy oké, most itt gondoljátok, biztos, aki nagyon vágja, hogy hogy kell, az gondolja, hogy mit szenvedsz, itt hülye vagy. Ide se enged rakni. Hát az a baj, hogy ez be fogunk vele szívni, mert hogyha így nem fogok tudni kimenni. De, ki tud ugrani, jó. Akkor jó lesz, mert oda rakok egy ilyen egyes falat. Azt jó lesz. Oda néz, tök jó betörő tetején, nagyon állsz. Egyébként ilyen rácsot, hogyha körbe raknák, akkor ki is tudnék menni a szélére. Érted? Érted, hogy mondom? Ez ilyen tök jó, ez hallod, ilyen izéből kéne. Végig fal, és fölé meg rács. Nem? Innen azért már tök jó belátom, érted? Jön a csávó, érted? Dír! De viszont kellene azért védelem is. Na, tudod mit? Ezt megcsinálom Goblestone-ból. Egyelőre. Oké. Okay. Ebből is egyébként a rács az nem rossz. Na várjál, nincs valami speckó, ami érdekes, hogy ilyen jó magas. Ó, ez mik ezek? Hadd oda nézzél, ilyen kerítés, meg ilyenek. Betűk, de alatt. Ide néz, ilyet is lehet. Tök jó, figyeld. És akkor ilyen... Ilyen jó cucc. Hát, ezt lehet, hogy nem így kellene. Na, hadd kísérletezzük ki, jó? Ne arra ugyan. Ugye kiválasztjuk. Ja, lehet másolni. Ezt mondtátok, hogy le tudok másolni egy előző blokkot. Például ezt. Le tudom másolni, úgyhogy így. Ez a más copy. Nem, az a copy rotation. Copy... Ó, és akkor nem kell izélni, nem kell újra kiválasztanom. Ne, ez jó, ez jó. Kösz, hogy ezt írtátok. Ezt írtátok ám ti. És akkor ugye már tudok egyből ilyen falat. Az a gond, ha így megcsinálom, nem tudok lelőni. Nem tudok oda lelőni. Ha itt van valami kis fura fiú, csúnya fiú, ezt a rácsot lekopizom. Most legalább gyakorlok. Nem kopizta le. Na erre gondoltam. És el kéne fordítani vízszintesen. Imádom. Köszönöm szépen a sok segítséget, amit nyújtottatok. Nem jó, nem így akarom elfordítani, így. Nem jó. Ah, na így akartam elfordítani. Ide tudom rakni? Nem, mert át kéne fordítanom. Így. Na ilyenre gondoltunk-e? Egy. Kettő. Három. És így. Majd itt le tudok nézni. Vágod? Vágod, csótány, hogy mit akar a képből? Vágod? Hogy le tudjon nézni. Belenézlek benneteket, mi? Megmondjátok. Na, itt érted, itt akkor pa. Tudok lőni. És akkor most kellene kopizni másik fajta frémet. Nem van, ide föl tudtok jutni, ugye? Hát nem lesz ez egyszerű, bazen. Ja, még ide nem is raktam. Na. Fordulj már, ne úgy, ahogy... Na. Oké. Okay. Meg vagyok lőve, hogy itt hogy legyen. Mert szerintem kitaláltam.
Itt le tudjak lőni. Le kéne kopizni ezt a falat. Bocs, gyerekek, itt futkozok lefelé, de töketlen kutyák, mi? Kopi, oké. Okay. És akkor most... Ne es le, valvaza. Ne fog fogyni. Vágod, csótágy? Vágod? Nem lesz, de jó lesz. Hát jó, de belátsz. Ne fogy mindjárt, egy darabom van. Így, valami ilyesmire gondolta be. Egyébként ennyire rakhatta volna egy darab blokkot is ide középre. Ez így jobb lesz, ide ki tudok jönni. És akkor itt meg már furrás lesz az egész. Mert viszont kell tetejét is csináltam, ugye? Várja. Ezt most betonból csináltam, akkor jöhetne, ugye? Cobblestone rácsok. Várja. Hadd gondolkozzak, gyerekek, itt ezt meg akarom csinálni furrácsosra. Viszont ezt kívülről tudom csak felrakni. Elvileg. Remélem nem szakad le mind egyszer a torony, mi? Úgy nagyon ideje koncentrálok a... Na hát valami legyen. Ha volt a fiú, de nem akartam ezt elmenni. Na hát ez ilyen most, most építkezünk. És érdekes, hogy egy zombi se jött. Na, ilyen kis erkélyekre gondoltam, látod? Így. És oda ki tudsz jönni, és tudsz lövöldözni lefele is. Mert ugye amúgy, hogyha nem tudnál lefele lövöldözni, az úgy ciki lenne. Ez, oké. Okay. És itt meg már minden furrács. Följebb meg... Az a baj, megint az lesz, fölülre is kell rácsot, mert nem látok ki, fölmásztok fölém, akkor baj van. És ez engem itt idegesít már most. Oké. Okay. Hát sima lapok is kellenének, van még 190 nem? Hát ja, okay. Legjobb lenne egyébként küldetést csinálni, de nem tudom. Recipes, miért még kell csinálnom, még tudok 30-at. Jó van, azért akkor alakul. 190 ilyen nem van, azt még nem nagyon akarom elhasználni, de mondjuk el kéne. Jó, oké, elhasználjuk. És akkor 19 meg 25 meg tudom építeni a kis bázist. És akkor nyugi, nyugi, nyugi lesz, ugye? Nyugi lesz. Ha már tényleg ide nagyon nyugtalanok voltatok, hogy úristen, mit fogunk csinálni? Mert szét fognak szedni Keeper. Na, fordíts már. Ja, az oldala nem az. Kívülre kell raknom ugye hármat, várjál? Rakjuk akkor kívülre körbe meg. Vagy van ez? Függőlegesen? Függőlegesen. Akkor függőlegesen legyen mindenhol, tudod. Így. Okay. Jaj, baza, ilyenkor ide így összepedik. De visszanyered, az jó. Hol vannak a zombik amúgy? Mi az, melegen van? Volt egy szalma kalapom, dik az. Ejha. Szomjas is vagyunk.
Az mindegy, hogy befele van, vagy kifele maximum, ezeket rakom kifele. Oké, minden rendben van. Ide is rakunk. Egyelőre addig az ajtót nem falasztam be, amit látjátok. Majd, hogyha elkészülünk, akkor be lesz falazva. Alakul. Szerintem ez így egész jó lesz, én úgy érzem. Na, most akkor betonból kell megcsinálni azokat a részeket. Hol a betonunk? Ja, most készül. Ez az? Az. Le kéne kopíznunk ezt. Úgy. És ugye... Ezt majd kívülre kéne. Olyan faszul lehet ezt csinálni, hogy ez őrület. Oda is kell. Nehogy ne tudjam. Nem fogom tudni megcsinálni. Elcsesztem. Ide nem enged majd rakni. Elcsesztem. Szerintem. Elcsöztem, mert kifele kellett volna rácsokat raknom. Úgyhogy ezt elcsöztem, de nem fogok tudni rakni. Figyeld meg, gyerekek. Ide még enged. Ide már nem fog engedni, mert... Szerintem ide nem enged majd. Fordítva raktam a rácsot, kifele kellett volna nézni. Meg ide se fog enged, de oda még enged. Jaj, de jó. Meg oda is enged. Ezt még nem csesztem el. De azt már el, ugye? Ja, hát mindenki találom az extrém struktúrákat. Bocs érte egyébként, hogy így ilyenkor tökölés is van, meg próbálok gondolkodni, hogy nehezen megy. Igen, oda nem fogok tudni rakni. Oda nem fogok tudni rakni. Úgyhogy ki kell vernem, gyerekek. Jó fasz! Gyerekek! Hov? Why? Már sörétesre vegyünk, jó? Mert izé... Abból nagyon sok van. Ne! Ezt láttátok? Leterített ott 5 darab izé zombit. Ne, ez meg egyet se. De az előbb az durva volt. Most ez komolyan előttem köztük. Jönnek, ezek lassabbak? Meg ott is jön egy csobó. Mama, Big Mama. Megláttam a csúnyáját. Megláttam a fennádat, te boré. 750 XP-t ad ez a dög. Általában 400-at adnak. Ja, a sörétest azt használtam. Mondtátok, kevés lőszert használják, de a sörétestől rengeteg van, több száz. Ja. Nagyszerű, nagyszerű, ki is írtottuk őket. Ennyi volt. Ja, ez a baj, hogy erre nem tudok rakni, ugye? Látod, mert a keeper elcseszte, oda nem enged. Mert ugye azt hiszem, hogy ez ugye máshogy van fordítva. Befele van fordítva a rács, ha kifele lenne fordítva a rács, akkor tudnék oda rakni. De ezt amire leverem onnan, szerintem arra lemegy a nap. Elcsesztem, de szerintem máshol is egyébként.
Helyesek vagyunk, jó, nem baj. Na. Közben nézem máshol, aztán akkor azzal elmegy még azért, hogy azzal tudok dolgozni. Ezt is rosszul raktam. Ezt a kettőt raktam rosszul. Meg ezt is, ugye? Jó, sokat. Ezeket ugye ki kell csapkodnom innen sajnos. Egyébként ezt a Goblestone-t, ezt jó hova lehet bontani. Nem a legerősebb. Tudom, hogy vannak hiányosságok, viszont most próbálok tényleg arra menni. Miért jöttem le? Ja? Már tudom. Már tudom, lehet, hogy kéne főzöm egy kávét, vagy valami. Főzök egy kávét magamnak, gyerek! Igen, nevileg. Főzöm egy kávét. Főzöm kávét gyorsan, jó? Gyorsabban tudjak mocorogni. Viszont akkor már ígyunk is. Meg ki akarom használni az időt minél jobban. Hol a kávé? Nem ég. Oké. Nem muszáj lenne megcsinálni ezt a bázist. Hát igen, még egy napom van. Szerintem egyébként egész jól haladok. Ahhoz képest ugye, hogy elég szar állapotban voltunk. Na. Csapjuk. Kicsit több. Gyorsabban regenerálódik. Ugye először raktam volna le ezeket a betonlapokat, akkor nem lett volna gond. Okay. És akkor ugye most be tudom rakni ezt a betonlapot, elvileg. Mindjárt. Oda. Csak elfordítva. És a rácsot meg úgy, hogy kifele. Vágod. Kedené. Függőlegesen akarom annyira így. Látod-e? Ugye ennyi volt a hiba. Ide se fogom tudni. Rakni azt is ki kell csapnom. Látszik is ugye, hogy nem úgy van, mint a többi. Elég hamar le lehet bontani ezt a fajta anyagot. Azt meg akarom nézni még, hogy mivel lehet a betont fel-upgrade-elni még erősebbre. Ezt mindjárt megnézzük meg. Ennek megcsináljuk a tetejét, szerintem tök jó lesz. És akkor megint a beton. Ugye azt belülre. A beton jön belőle. A forgató, úgy. És a rács meg kívülre. Látod-e? Ez volt elcseszve. Most már megvan. Itt van még elcseszve, de azt nem értem akkor ezt, hogy sikerült berakni. Igen, mert az a beton lehet, hogy igen, el van cseszve. Jó, mindjárt várjam. Ezt még gyorsan kiütjük. Mit akartam? Még akartam már valamit, bazzer. Mit akartam? Ja. Meg kell ennek is csinálni a tetejét. Az a lényeg, hogy ide se tudjanak bejönni, ugye nem lehet semmilyen nyilást hagynom, mert ugye frameből hamar lehet építeni akármit, aztán bemászhatnak, akármilyen magasat is építenék. Mindenképpen zártnak kell lennie, nem lehet ilyen nyitott, ilyen elkészelés, akármicsoda. Na, várjál, akkor. Ugye. Csak egy cseszte a keeper, meg én. Ne esetleg. Na! Nem lesz a jövő ide. Ez. Majd jövő meg kívülre a rácsocska. Jó, nincsen egységba, de nem baj. Na, akkor meg is van mindenhol, ugye? Elvileg az első
Na, ez tök jó. Egyébként ez tök jó lenne, mert ugye lelátsz, tudsz lövöldözni mindenhova. Elvileg ugye ezen át lehet lőni, reméljük. Igen, át lehet. Tudok lövöldözni. Csak az a nagy gond, amikor fölmásznának ide, és emiatt kell nekem készítenem egy zárt, teljesen zárt részt. Ugye még egy sor, esetleg nyitott nyitható ablakokkal, és tetőt. Úgyhogy ez így lesz megcsinálva. Oké? Okay. Ez egyébként ez nagyon, nekem se tetszik nagyon, hogy ez így van megoldva. Ez ideiglenes, ez úgy lesz, hogy majd valószínűleg, hogy itt fogom folytatni, és oda fogom fölrakni, és akkor úgy egyből föl is lehet menni oda. De most egyelőre ez így van, oké, okay, srácok? Nye. Szerintem ez egész jól alakul. Mit akartam még? Valamit nagyon akartam. Ja, meg akartam nézni, hogy mivel lehet még felebbrédelni a izét. A betont. Ugye? Itt nem lehetett, várjál. Bazd ne! Evitt 10 acélomat, apám! Hallod, volt belőle izém! Volt belőle 17-em! Mik 10-es, ez lett itt egy 10-es vasblokk, basze! Az igen, azért azzal már lehet így izéni, nem? Azt nem hiszem, hogy ezt fogjátok elkezdeni kopogtatni itt. Ez kemény, hallod, lehet izé full acélbázis tudsz csinálni. Na, mondjunk ki. Jó. Oké, okay, srácok, szerintem ennyi lesz. Mondtam olyan, hogy lesz építkezés. Van még egy full napunk, addig befejezzük a felső részt. Ezt befalazzuk. Vagyis valamilyen ajtót csinálunk rá. És akkor ez jó lesz. Most már egész baba. Én szeret így ránézni. Várj, ezt elveszem minden. Ez olyan Minecraftos, nem? Hogy ez így van. Tök jó. De jó. Ezt a kaktuszt hadd csapjam ki onnan, hallod? Majd azon fogtok fölfutkorászni. Úgyné. És micsoda fények, oda nézzétek, tesó. Tök jó, nagyon jó. Na, srácok, szerintem elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ennyi lett volna ez a videó mára. Innen folytatjuk következő részben, nem sokára futnak a zombik, de mi védve vagyunk a beton bunkerünkbe. Egyébként még vannak még egy csomó blokkunk, úgyhogy tudunk építkezni, nem lesz semmi probléma, csak az a lényeg, hogy okosan, ügyesen csináljuk. De viszont van még egy ötletem. Ó, de nagy ötletem van, gyerekek. Na, el is búcsúzom, nagyon szépen köszi figyelmet. Jók legyetek, csácsó, mécső, tészta!